Az október 7 én Hamas támadások olyan események sorozatát indították el, amik miatt a zsidók szerte a világon fenyegetve érzik magukat. Köves Lomó az Egységes Magyarország Izraelite Hitkösség vezető rabbia a vendégem. Jó estét kívánok! Közösségi, közösségi médiában lüktet a zsidók elleni gyűlölet, fenyegető hangulatot keltenek, folyamatosan láthatók itt az adás elején ezeket a tüntetéseket, az ott elhangzó szlogeneket. Az önök számára, a zsidó közösség számára hol van a határ, mitől számít egy tüntetés antiszemitának, és mitől számít mondjuk egy nép kiállásnak? Hát én azt gondolom, hogy itt a, a latmus test az a delegitimáció és a demonizálás hogyha uh, Izrael létének, a önálló, önmagában való létének a megkérdőjelezése az, ami ezeken a tüntetéseken elhangzik. Ugye a legközkedveltebb köz, um, rigmus, amit itt szoktak itt ismételni, hogy from the river to the sea, uh, Palestine will be free, amit magyarul azt jelenti, hogy a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem lesz Izrael. Ez azt jelenti, hogy zsidó államnak ezek szerint nincsen létjogosultsága. A zsidó népet is meg sincs ott. Hát az már a következő lépés, az nyilván teljesen, az már egy egyértelmű antiszemitizmus, de az, ez is az, mert ez azt mondja ki, hogy, hogy a zsidóságnak nincs joga ahhoz, hogy saját országa legyen bármilyen formában ezen a kis talpajatnyi földön, ami a Jordán folyó és a, a tenger között van. A másik pedig a demonizálás. Demonizálás, amikor amikor az izraeliek és a zsidók gyerekgyilkosokként és kegyetlen harzgépezetként vannak bemutatva, miközben arról van szó, hogy, hogy Izraelt egy soha nem látott terrortámadás érte, és ez a terrorcsoport nem csak az izraeli civileket, hanem a saját is gyilkolja és öli, és ez ellen minden civilizált ország föl kéne, hogy lépjen. Tehát ha már itt tartunk, a civilizált országok az elmúlt évtizedekben számtalan szor hangoztatták azt, hogy holokauszt kapcsán soha többet ilyet nem fordulhat elő. Ön szerint most kellő felelősséggel néz szemben Nyugat-Európa az antiszemitizmus elleni küzdelemben? Hát itt szerintem egy, egy ellentétes irányokat látunk, tehát az egyik oldalról ö, félelemkeltő, és, és, és ezt nem tudok más kifejezést mondani, mint hogy egy, egy, egy ébresztő kiábrándító, ébresztő jelenség az, amikor százezrek kiabálják London utcáin azt, hogy halál a zsidókra, vagy Ausztráliában, vagy Berlinben. A másik oldalon én bízom abban, és azt gondolom, hogy sok millióan ezt otthon nézik a, a civilizált polgárai ezeknek az országoknak, és azt mondják, hogy biztos, hogy jó irányba megy ez az ország, biztos, hogy jól tettük, hogy ennek milyen helyet engedtünk. Biztos, hogy megtettünk mindent annak érdekében, hogy elmagyarázzuk azoknak a migránsoknak és azoknak a betelepülőknek, hogy mi Európa történelme és hogy, hogy, hogy Európa mit tanult meg az elmúlt, ha úgy tetszik száz évben, ha úgy tetszik az elmúlt kétezer évben, és hogy, hogy, hogy mik azok a normák és értékek, amik szerint itt, itt elvárható lenne egy német, angol vagy francia polgártól, hogy, hogy hogy mivel azonosuljon. És itt van még szerintem még egy fontos elem, hogy ezeken a tüntetéseken nem csak palesztináért vagy a Hamasért tüntetnek, hanem ezeken a tüntetéseken megjelennek a talibán zászlói, az iszlám állam zászlói, végment az interneten az a kép, amikor egy csadoros nő egy francia zászlót éget el Párizsban egy ilyen tüntetésen, és akkor oltatlanul azt gondolom, hogy az emberek, akik ezt látják, fölteszik maguknak a kérdést, ennek miköze van a gázai konfliktushoz. Egy Tehát, jól, hogy itt valamilyen sokkal durvább valami civilizáció. de ilyen. hogy egy civilizációs konfliktusról van szó, ami bennek a, a frontvonalában van Izrael, de valójában nem izrael el van a gondjuk, hanem az egész nyugati zsidó-keresztény civilizációval. Kérem, hogy maradjon itt, most kapcsolunk uppsala a Hír TV skandináv tudósítója, hogy Bugnyár Zoltánhoz, szervusz Zoli. Ugye Svédországban néhány nappal ezelőtt azt tanácsolták a zsidó közösség tagjainak, hogy ne hordjanak kipát és ne viseljenek Dávid csillagok. Svédországban is vannak tömeges antiszemita események vagy incidensek? Szervusz, jó estét kívánok! Igen, hát az antiszemitizmus az nem most kezdődött Svédországban, hanem évekkel ezelőtt, 2017-ben például Molotov koktél dobtak a Göteborgi zsinagógára. Ugye az antiszemitizmus erősödése az iszlám közösség növekedésével párhuzamosan történt, de ugye a Hamas támadása után felgyorsult ez, ahogy említetted Göteborgban, kiadtak egy ilyen felhívást, hogy a zsidók hát gyakorlatilag rejtőzködjenek, és ne adjanak ugye, felületet támadásra. Nem sokkal később a svéd miniszterelnök úr Krisztáson a malmői zsidó közösséget látogatta meg, egyébként ez egy maroknyi közösség, pár száz zsidó él itt szemben a kb. 45 ezer muzulmánnal, és itt Úgy Krisztáson azt mondta, hogy őt aggasztja az erősödő antiszemitizmus. A rendőrség is ugyanakkor megerősített, hogy egyre több a zsidók elleni fenyegetés, illetve támadás bűncselekmény. Ugye és az kérdés, közül... hogy mit tesznek, tehát hogy a kijelentéseken túl mit tesznek. De történt egy borzalmas esemény, egy-két nappal ezelőtt bestiális kegyetlenséggel csoportosan erőszakoltak meg migránsok, egy svéd nőt, egy kompon. Mit lehet tudni ennek a részleteiről? Azon? Ugye ez két iraki 30-as fiatal ember volt, az egyik 2008 óta, a másik 2018 óta lakik Svédországban, ez utóbbiak, aki rövidebb ideje van itt, már svéd állampolgár is. Ők nem csak, hogy ugye megerőszakolták, ami önmagában is szörnyű, hanem többféle módon megbecstelenítették ezt a fiatal hölgyet a kompon. Ugye ez gyakorlatilag egy bulihajó Finnország és Svédország között jár, adómentesen lehet alkoholt venni, úgyhogy ők kicsit túl gondolták a, a mulatozást. Vádat emeltek ellenük, ki akarják utasítani, legalábbis az ügyész azt szeretné, hogyha kiutasítanák az egyik aki ugye nem svéd állampolgár, a másikat nem lehet kiutasítani Svédországból jelenlegi törvények szerint, mert svéd állampolgár, de kedden az új jobboldali kabinet azt jelentette be, hogy törvénycsomagot fog a parlament elé terjeszteni, szigorítani kívánják a, a, az állampolgárság megszerzésének feltételeit, illetve lehetővé tenni, hogy akik ugye nem svédországi születésűek, később kapták az állampolgárságot, azoktól vissza lehessen vonni bűncselekmények esetében. Talán még érdemes azt is hozzátenni, hogy egy nagyon friss rendőrségi adat szerint a svéd börtönökben négy fogvatartottból három külföldi születés és ha még annyit elmondhatok, hogy az nemi erőszakok száma az elmúlt tíz évben kb. két és félszeresére emelkedett tavaly tízezer esetben történt nemi erőszak, ami még megdöbbentőbb, hogy kb. 50%-a 18 éven aluliak ellen irányult. nagyon szépen, Zoltán, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat stúdióban pedig itt van továbbra is köves sloma a történelemben, az antiszemitizmus megerősödése periódikusan ismétlődik. Milyen változások előhírnökei szokott lenni? Igen, épp ezen gondolkoztam, miatt felváltjuk a beszélgetést, hogy itt nagyon fontos megérteni a, szerintem a teljes civilizált világnak, hogy ha a történelme visszanézünk, akkor mindig, amikor a zsidók elleni erőszak elharapozódott egy adott országban, egy adott kultúrában, egy adott civilizációban, akkor ha az nem volt megállítva, akkor az nem fejeződött be a zsidóknál. Tehát a zsidókkal szembeni erőszak az, az mindig egy előhírnöke volt egy sokkal tágabb erőszakos világnak. És ezért um, ezt viszonylag egyszerűen le is lehet fordítani különben a mai helyzetre. Ha visszagondolunk arra, hogy mi előzte meg a 20 évvel ezelőtti uh, ikertornyok elleni borzasztó, terrorcselekményt, amikor két repülőt belevezettek a, 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 ezekbe az épületekbe, akkor ugye ezeket tíz éven keresztül az előzte meg, hogy Izraelben föltalálták időzőjelben a, a Hamas és az ehhez hasonló terrorcsoportok az, ön, az öngyilkos merénylőnek a fogalmát, ahol buszoknak a sofőreitől ragadták el a kormányt és hajtottak be a tömegbe vagy a szakadékba, és ezt látva a muzulmán fundamentalisták, ezt emelték egy még magasabb szintre aztán az Egyesült Államokban és másút is. Fontos megérteni azt, hogy az, ami Izraelben történt, eh, ahol faluk, falvakat leptek el eh, gyilkos teröristák, és embereket az ágyukban nőttek agyon és és, 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 és Borzalmas kegyetlenség. Meg, borzalmas kegyetlenséggel. Izrael, amikor ez ellen fellép, akkor az egész világ érdekében teszi ezt, mert hogyha nem lép fel, akkor ezeknek az elvtársai az egész civilizált világban ott vannak, és példát fognak venni, és lehet, hogy egy még nagyobb hasonló támadás fog történni majd Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban. Fontos megérteni azt, hogy itt nem egy területi vitáról van szó, itt nem két népnek a, a feloldhatatlan problémájáról van szó, ahogy ezt különben a média egy része be akar mutatni, hanem tényleg egy civilizációs konfliktusról van szó, ami. Amiben, amiben mindenki, aki úgy gondolja, hogy ez, hogy ez hogy nem szeretne egy ilyen világban élni, annak most Izrael mellé kell állnia a saját érdekében. Én nagyon fontos, hogy milyen jövőképet közvetít ez. Ön szerint érti Európa, hogy milyen jövő vár ránk, vagy várhat ránk? Én azt gondolom, hogy hogy egyre többen értik, csak egyre többen kétségben vannak esve, hogy lehet, hogy már késő visszafordítani ezt a hajót, eh, ahogy ezt most az előbbi beszélgetésből is láttuk, ugyanis már olyan sok... Ehm, Integrálatlan, tömeg érkezett Európába az elmúlt 10-20 évben, amit nagyon nehéz, hogy mondjam, asszimilálni, illetve nagyon nehéz megszűrni. És az is egy kérdés, hogy mihez asszimiláljuk. Tehát, amíg Európának nincsen egy, egy erős saját értékrendje, hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen minden elmegy, minden jó, minden kultúra ugyanolyan jó, minden civilizáció ugyanolyan jó, akkor nincs mihez adaptálni ezeket az embereket, és akkor nyilvánvalóan más, más hivatkozási vagy igazodási pontokat keresnek. Köves Lomó, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.